Sziasztok! Gyönyörű szép vasárnap, és mindjárt 11 óra. Nagyon jó idő van, ettől függetlenül azért hosszú gatya, fine mood, rövid ujjúing, mert ugye estére hideg várható, és az időjárás az ilyen téren kiszámítható, és nagyot fog hűlni a levegőt, de csodás nappal lehetne papagájgatyásan még menni, de ez a nap nem erről fog szólni. Szóval itt vagyok Csákváron, a közösségi téren. Itt van egy 220-as konnektor, illetve nem egy, kettő darab, úgyhogy tudok rollert tölteni. 10 órakor indultam Tatabányáról, tehát 1 óra alatt jöttem a Vértesen. Elég szép tempót osztam, volt egy kis technikai probléma, mert a lámpának a csavarjai kilazultak, úgyhogy már szerelnek kellett menet közben, valami csörög-zörög megint, de hát ezek a szokásos dolgok, de nem is húzom az időt. Szóval a mai túránk Velence, Tác, Gorzum, Szeúzó környéke, illetve ezek vannak itt tervben, de nem is döntöttem el fixen, hogy merre fogok menni. Egy biztos olyan 200 km körüli túra lesz, úgyhogy este is bagoly túra várható. Úgyhogy akit érdekel ez a kör, az kövessen. Kövessetek minket, megyünk előre, hajrá!
Szóval itt vagyok Gárdonyba. Kicsit elkottáztam a történetet, mert Velencénél, a tó partjánál, bocs, csak közben, papagájkaját ropogtatok. Tele szája nem beszélünk, de mégis. Na szóval a Velencei tó partján nem töltöttem. Aztán utána rájöttem, hogy gyakorlatilag tátgorzom, és az egész úton ott gyakorlatilag nulla töltőről tudok. Szabadbattyán van a legközelebbi töltő. És így elrollereztem minden töltő mellett, úgyhogy most megálltam itt egy mobility töltőnél. Töltök egy picikét a gépbe, hogy szabadbattyánig tuti elérjek. Meg közbe kajálok. Papagájgatyát nem hoztam. Kellett volna, nagyon jó idő van. Tehát hozhattam volna egy rövid gatyát, de pont nem hoztam. Na mindegy, azért kigombolkozva ing, ez így nem az igazi hosszú gatyába, úgyhogy 30 fok van, szóval ezt a részt elkattáztam. De menet közben egyébként jó idő van, mert a menet szél hűt. Szóval ilyen túrákra nem állt összeállítani mindig rendesen a felszerelést, amiben nálam szokott lenni egy kis bibi, mindig. Töltöm a gépet, töltöm az Insta kamerákat, most egy picikét összeszedem magamat fejben is. Ült mellettem ez az elektromos kocsi. Először csak ilyen sipoló hangja volt, amíg itt nem hagyták, aztán nagyon bántó sipoló hangja van, ugye tűző nap, 40 fok. Szerintem így a napon. Én bevonultam az árnyékba. Most már megy a ventilátor is, benne hallom. Szevetül. Furcsa. Szerintem összepakolok, azt megyek. Elektromos autó nem az én világom, úgy érzem. Jó ez a roller. Na megyünk előre, hajrá! Az meg mi? Bomba felhő, atombomba. Mi az lesz? Szép. Na. Érdekes dolgok vannak. Tásztól vagyok nem messze. Ott egy gomba felhő. Ez mi a szösz? Na szóval, nem foglalkozunk semmivel a világ végével se, úgyhogy megyünk előre. Hajrá!
Csákberény. És Csákberénynél töltök. Na szóval... fél hét. És mondom, hogy mi történt. Bogaras is vagyok. Itt is, meg itt is, meg. Na. Szóval, tác. Benéztem tácra, nem mentem be. Tácról szágódottam, tehát nem töltöttem sok időt. Ez is inkább egy felderítő túra volt. Megnéztem azt az utat. Kerékpárutat. Ugye az is a későbbiekben tud segíteni arra, ha a Pécs felé megyek. Szóval, tácnál nem töltöttem sok időt. Bementem karika és padlógázzal Szabadbattyánba mentem. Szabadbattyánban pedig töltöttem egyet. Ott se töltöttem annyira sok időt, és elfelejtettem videózni. Szóval kimaradt. Sajnos az ottani büfé Szabadbattyánban be volt zárva, úgyhogy korog a gyomrom. Papagájkaját tudtam enni, az nem a legjobb. Otthon rántott hús, rántott hús, rántott hús. Szóval sietünk haza kajálni. Tehát Szabadbattyánból Nyílgázon átjöttem, szinte Fehérváron átsuhantam, és itt töltök Csákberénybe, ahol is tegnap fedeztem föl a két Nami Viperes kollégás csókői túrámnál, hogy itt is van töltő szabad. Illetve 220-as konnektor, ami azért érdekes, mert itt körülbelül 25 milliószor elmentem, és soha nem tűnt fel. De legalább megvan. Úgyhogy a Vértesen keresztül tervezek menni, a Horogvölgyön keresztül, Oroszlány, Környe és Új Tatabánya. Izgi lesz, mert nem tudom, mennyi a táv. Mindjárt megnézem. Szóval, a táv még 40 kilométer. Megint bele fogok futni a bagolyjáratba, és a Vértes kellős közepén lesz sötét, úgyhogy majd öltözhetek szépen fel, úgyhogy magamra kezdem kapdosni a cuccaimat. Erre rá kell készülni, nem akarok sokat időzni, mert haza akarok érni, rántott húst enni. Na szóval itt töltök, aztán Csákberényt elhagyva, irány a Horogvölgy, és a Vértesen keresztül irány Tatabánya. Megyünk előre. Hajrá!